A bűn és baleset megelőzési magazin létrejöttét a Sentinel Kft. Támogatja. Sentinel, a biztonság világa. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési műsorunk alkalmával. Mai témánk a biztonsággal fog foglalkozni, mégpedig a repülőtér biztonságával. Mai vendégem dr. Török Zoltán, rendőr dandártábornok úr, a repülőtéri rendőri igazgatóságnak a vezetője. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük azzal, hogy egy repülőtéri rendőri igazgatónak mi a feladata? Milyen feladatok hárulnak a rendőri igazgatóságra? A repülőtéri rendőri igazgatóság nagyon sok rétű tevékenységet lát el. Mondhatom azt, hogy a rendőri munka teljes spektrumát lefedi a mi igazgatóságunk napi ténykedése. Általános közrendvédelmi rendfenntartási feladatokon túlmenően mi végezzük az útlevélkezelést, a határátléptetést a repülőtér vonatkozásában. Bűnügyi feladatokat látunk el, és én azt gondolom, hogy egyik legkiemeltebb feladatunk a légiközlekedés biztonságának a védelme. Ennek megfelelően, ha valaki már utazott a repülőtéren keresztül, akkor láthatta, hogy az úgynevezett utasbiztonsági ellenőrök mellett rendőrök is teljesítenek szolgálatot. Tehát az utasbiztonsági ellenőrzésnek a szakmai felügyelete, az ott dolgozók munkájának figyelemmel kísérése, esetlegesen a hibák kijavítása, az meghatározó a mi munkánk szempontjából. Azt hiszem, a hibáknak a kiküszöbölése az fontos feladat, mert ha egy hiba becsúszik véleményem szerint egy repülőtéren, abból igen nagy galiba származhat, nem csak hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is. Ez így igaz. Mondhatjuk azt, hogy az elmúlt években a biztonság az jelentős mértékben felerősödött a világban. A repülőtéren a légi közlekedés biztonsága meghatározó, és az ott dolgozó kollégáknak kiemelt feladata, hogy ezt a biztonsági szintet fenntartsák, folyamatosan javítsák. Egyébként elmondhatom, hogy az elmúlt év szeptemberében volt egy nemzetközi ellenőrzés Magyarországon, így a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, amely az Unió részéről került elrendelésre, és az Unió itt lévő ellenőrei egyértelműen megállapították, hogy a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér teljes mértékben biztonságos. Épp megelőzti a kérdésbe, hogy milyen együttműködésetek van az EU keretén belül a repülőtér vonatkozásában? Nagyon sok olyan szabály van, amelyet az Európai Unió különböző rendeletekben rögzít. Elsősorban ezek a légiközlekedés védelmével kapcsolatos szabályok. Rendszeres auditok vannak a repülőtéren, rendszeres konferenciák vannak, amelyeken részt veszünk, éppen azért, hogy tudjuk, mi az Unió elvárása, és tudjuk, hogy mi az a gyakorlat, amit az Unió el tud fogadni. Kollégáim rendszeresen ezeken az értekezleteken részt vesznek. Én azt gondolom, hogy egy interaktív kapcsolatról van szó, és mint ahogy mondtam is, az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy megfelelően tudunk az elvárásoknak, a nemzetközi elvárásoknak is megfelelni. Azt hiszem, nemzetközi vonatkozásban is a repülőtér az a pont egy ország életében, ami igencsak érzékeny, amire oda kell figyelni. Különösen itt a terrorizmus vonatkozásában napjainkban azért eléggé elterjedt, de a rendőri szervek elhivatottak arra vannak, hogy ezt megelőzzék mindenféle eszközökkel. Ez így igaz. Hozzáteszem, hogy nem csak a rendőri szervek, több olyan szervezet van, amelynek ez a feladata, már nem a terror elhárítás, hanem a biztonságnak a fenntartása. A Budapest Airport, mint a repülőtér üzemeltetője nyilván kiemelt szerepet játszik ebbe. Másrészről a rendőrség, elsősorban a szakmai felügyelet, a vonatkozó technológiáknak a kidolgozása, ennek a jóváhagyása vonatkozásában, a nemzetközi elvárásoknak való megfelelés
leellenőrzése adott esetben, hogyha ezt a különböző jogalanyok nem kívánják betartani, vagy nem tartják be önszántukból, akkor ennek a kikényszerítése szempontjából is meghatározó szerepkörhöz jut a rendőrség. Azt gondolom én, ez egy összetett rendszer, és ebben az összetett rendszerben kiemelt helyet foglal el a rendőrség. Én úgy gondolom, hogy itt a biztonság kérdése, ahogy említetted, elsődleges szempont. A biztonság érdekében van saját ötletetek is, amit bevezettek, vagy úgy kapjátok? Hát én azt gondolom, hogy saját ötletek nélkül semmelyik rendszer nem működik. Ugyanis a vonatkozó jogszabályok, akár magyar jogszabályokról, akár európai uniós normákról van szó, nem minden egyes részmomentumot határoznak meg pontosan. Nem határozzák meg pontosan, hogy egy adott repülőtéren, egy adott kérdésben, pontosan mondjuk egy fülke, pontosan mondjuk egy gépi berendezés milyen szögben kerüljön elhelyezésre, egész pontosan az oktatások, a képzések, azok milyen lebonyolítási terv szerint kerüljenek végrehajtásra, és még sorolhatnám ezeket a momentumokat. Tehát gyakorlatilag a szabályozásnak a mikéntje és a végrehajtás mikéntje az nagyon sok esetben kreativitást igényel, ennek az összehangolása kreativitást igényel, és természetesen egyrészt nemzetközi kitekintésből is szerzünk gyakorlati tapasztalatokat. Másrésztről természetesen a vonatkozó normákat is minden esetben elemezzük, értelmezzük. Harmadrészt pedig hát nyilván sok-sok összegyűlt tudásból a saját kreativitást is figyelembe véve tudjuk azt elérni, hogy az itt lévő, Magyarországon lévő gyakorlat az megfeleljen a nemzetközi elvárásoknak. Legjobb tudomásom szerint most vezettetek be a repülőtéren egy új rendszert, egy ellenőrzési rendszert, ezt a új lenyomat vizsgálatot. Ha erről hallanánk többet, hogy a tisztelt állampolgárok is tisztában legyenek azzal, hogy ez mit szolgál biztonság szempontjából, gyorsaság szempontjából. Ez egy automatizált határátléptetési rendszer. Gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy akik el akarják hagyni a schengeni övezetet, tehát Magyarország területéről és az Unió területéről is ki akarnak lépni a schengeni övezeten kívülre, ők gyorsabban, kényelmesebben, talán mondhatjuk azt, hogy a jelen évszázadnak megfelelő színvonalon tudják ezt végrehajtani. Én azt gondolom, hogy az állampolgárokban erősödik az az igény, hogy saját magatartásukkal, saját cselekedeteikkel, adott esetben egy online rendszeren keresztül tudjanak, mint egy számítógépes technikákat felhasználva, bizonyos magatartásukat, cselekedeteket végrehajtani. Ezt látjuk a bankrendszerben, látjuk esetleg az adózás rendszerében, és nyilván ezt igyekezett a rendőrség a határátlépés rendszerében is megvalósítani. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ha valaki ki akar lépni a schengeni övezetből, akkor ezt megteheti a hagyományos módon, útlevélkezelő fülkéken keresztül, és megteheti, ott, ahol bemutatja az útlevelét, ott, ahol határrendészek, rendőrök ülnek, és manuálisan végrehajtanak egy ellenőrzést, illetve megteheti úgy, hogy előzetesen egy terminálon lévő okmányolvasó segítségével a saját úti okmányának az adatait beolvastatja, ezt a rendszer eltárolja maximum 3 óra hosszáig, és ezt követően gyakorlatilag egy automata kapun keresztül, amelyik az útlevélkezelő fülkét kiváltja, saját maga halad át oly módon, hogy bemegy ebbe a berendezésbe, bemegy ebbe a kapuba, amely előről, hátulról zárt, a saját új lenyomatát hozzáérinti az olvasóhoz, és az előzetesen betáltált adatok összehasonlításával és az új lenyomat összehasonlításával, ha a gép megfelelőnek találja az utas adatokat, akkor kinyitja
az ajtót, és tulajdonképpen az utas megtette a határátlépést. Ez mikor lett ez bevezetve? Ez e hónap, tehát június elején, másodikán lett egész pontosan bevezetve. Ennek van egy hónapos kísérleti működése, ez jelenleg még tart, és ezt követően, a próbaüzemet követően kezdi meg a végleges tevékenységét. Jelen pillanatban azok a magyar állampolgárok használhatják ezt a berendezést, akik rendelkeznek biometrikus útlevéllel, tehát az útlevelük tartalmazza az új lenyomatukat is egy chipbe beágyazva. 18. életévüket betöltötték, és természetesen hozzá kell tenni, hogy alkalmasak arra, hogy ezt a berendezést használják, tehát nem rendelkeznek olyan fogyatékossággal, ahol mondjuk a gép az új lenyomatot nem tudja kiolvasni, leolvasni a kezükről. A fejlesztések eredményeképpen várhatóan július elejétől már a rendszer úgy fog működni, hogy azok is használhatják, akik nem rendelkeznek biometrikus útlevéllel, illetőleg az Európai Unió azon állampolgárai, akik hát nem magyar útlevéllel rendelkeznek. Itt egy előzetes regisztrációnak kell megtörténnie, tehát azokat az adatokat, amelyeket magyar állampolgárok esetében tartalmazza a chip, tehát a biometrikus útlevélnek ez a chip része, azt majd egy technikai berendezés vagy keretében segítségével fogják beolvasni, és akkor gyakorlatilag, ha az úti okmány nem is tartalmazza, az a háttér adatbázis, amelybe ez rögzítésre kerül, már el tudja raktározni. Nyilván ehhez kell egy személyes hozzájárulás is, de ez a technikai része a dolognak, a jogi része a dolognak. Ezt követően, tehát júliust követően már gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy valamennyi uniós állampolgár használhatja ezt a berendezést, akinek vagy megfelelő úti okmánya van, vagy pedig az előzetes regisztrációhoz önként hozzájárult. Külföldi állampolgárok ezt hogy tudják használni? Külföldi állampolgárok úgy tudják használni, hogyha megjelennek a Liszt-Ferenc repülőtéren, nyilván utazási szándékkal, innen akarnak elutazni. Előzetesen egy néhány percig tartó regisztrációs folyamatnak alávetik magukat. A technikai berendezéseken rögzítésre kerülnek a szükséges adatok, többek között az új lenyomatuk is, és ezt követően már az okmányoknak a lejárati idején belül, maximum 5 évig, ha a Liszt-Ferenc repülőtérről akarnak elutazni, akkor már előzetes regisztráció nélkül, ugyanúgy, mint a magyar állampolgárok tudják használni ilyen módon az okmányt a kilépésre. Tehát értsem azt, hogyha valaki rendszeresen jár Magyarországra külföldi állampolgár, egyszer regisztráltatja magát, utána már csak a új lenyomat ellenőrzőnél kell neki részt venni. Tulajdonképpen igen, tehát azoknál, akik külföldiek, és egyszer regisztrálják magukat, azt követően már csak az okmányolvasóban kell beolvastatni az úti okmányuknak az adatait, és ezt követően a kilépésnél a személyes azonosítás érdekében az új lenyomatukat kell a gép új lenyomat olvasójába leolvastatni. Gyakorlatilag ugyanolyan feltételekkel tudnak ezt követően utazni, mint a magyarok, ugyanis, mint ahogy mondtam, az okmány adatainak a beolvasása egy terminálon, úgynevezett kioszkon keresztül az alapfeltétel, és akkor majd a tényleges kilépéskor, amikor odafárad az utas az automatizált kapuhoz, akkor pedig az új lenyomatára van szükség. Ez mindenkinél kell. Annyival több külföldi állampolgárok esetében, vagy pedig nem biometrikus útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok esetében a folyamat, hogy előzetesen egy alkalommal, mondhatom azt, hogy 5 évente tulajdonképpen egyszer regisztrálni kell még külön is. De ezt is a repülőtéren lehet megtenni. Tehát mondjuk azt, hogy én utazni akarok jövő hónapba, de most van időm, kimegyek, regisztráltatom magam. Erre van lehetőség? Erre nincsen lehetőség, csak az utazást közvetlenül megelőzően, ugyanis ez az egész terminál és ez az egész gépi berendezés a repülőtérnek azon a területén helyezkedik el, ahova már csak érvényes utazózásra szolgáló okmánnyal, tehát érvényes jeggyel léphetnek be az utasok. Arra van lehetőség, hogyha valaki utazni akar, akkor
normál módon, úgy, ahogy egyébként eddig is tette, becsekkol a check-in pultoknál, az erre szolgáló ellenőrzési pontokon bemegy a repülőtér termináljának belső területére, és ha szüksége van regisztrációra, előzetes regisztrációra, mert az úti okmánya nem megfelelő ahhoz, hogy regisztráció nélkül is működ, nem biometrikus, vagy külföldi állampolgárról van szó, akkor ezt majd július elejétől már megteheti. Abban az esetben, ha magyar olyan állampolgárról van szó, akinek biometrikus útlevelem van, már most is bemehet a repülőtérnek nyilván utazási szándékkal ezen területére, az úgynevezett terminálokon, kioszkokon található okmányolvasókon keresztül, ami úgy néz ki tulajdonképpen, mint egy pénzfelvevő automata, csak arra a monitor részre, amelyken egyébként különböző adatokat kap mondjuk egy pénzfelvevő automatánál, itt rá kell tenni az úti okmányt, és meg kell várni, még beolvassa az abban található adatokat a rendszer. Uh-huh. Tehát ezt kell neki végrehajtani. 3 órája van tulajdonképpen a beolvasás, és a tényleges automata kapun történő átlépés között. 3 óráig tárolja a rendszer az adatokat. Ezt követően nem. Ez gyakorlatilag egy gyorsaságot és egy kényelmet jelent. Tehát megérkezik az utas, bemegy a belső területre, beolvastatja az úti okmányának az adatait, utána elmehet vásárolni, beszélgethet a barátaival, esetleg az étteremben étkezhet, ihat egy kávét, és amikor át akar lépni a rendszeren, akkor oda megy az automata kapuhoz, az ujját hozzáérinti a leolvasóhoz, és megtörténik az átlépés. Ez végsősorban egy 2 másodperc. Hát annál azért több, de egy 15 másodperc alatt ez lebonyolódik. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy 20-30 másodperc az okmány adatainak a beolvasása, és egy 15 másodperc tulajdonképpen a kapun történő áthaladás, abban az esetben, hogyha minden jól működik, és mondjuk az utas nem hibázik, nem rontja el a beolvasásnak a folyamatát. Abban az esetben ez meglehetősen gyorsan és kényelmesen működik. Jellemzően nincs sorbanállás, jellemzően azt lehet mondani, hogy az a plusz idő, ami a személyes ellenőrzéssel megtörténik, az itt igazából ketté oszlik, mondhatjuk így, mert az útlevélkezelő fülkénél útlevélkezelő személy közreműködésével történő átlépés, az egy lépcsős átlépés. Gyakorlatilag minden akkor ott egyszerre történik meg. Itt pedig 2 alkalommal történik meg. Egyrészt az adatok beolvasása hamarabb, és majdan később az átlépésnél tulajdonképpen az adatok és az átlépő személynek az összeolvasása, az összeillesztése történik meg. Így tulajdonképpen ez a folyamat egy kicsikét térben és időben eltér egymástól. Én nem véletlen kérdezem ennyire részletesen, mert ezt a műsort elég sokan nézik, és akik utazni szándékoznak, vagy az ismerőseik, akkor kapnak egy részletes tájékoztatást, hogy hogy is működik ez. A sajtóban csak egy cikk jelent meg jóformán, igaz, hogy sajtótájékoztatót tartott el témába, de úgy érzem, hogy ez nagyon fontos az, hogy itt is ennyire részletesen tudjunk beszélni. Unión belül van más országban is ilyen? Ugyanilyen nincsen. Ez az egész Európai Unión belül egyedi ez a berendezés. Vannak hasonló berendezések, ugyanis... Az Unió törekszik arra, hogy automatizálja a határátlépéseket, gyorsítsa, kényelmesebbé tegye, utas barátabbá tegye. A biztonság az, azt mondom, hogy tulajdonképpen nem elsődleges ezeknél a törekvéseknél, ugyanis az a rendszer, amit most jelen pillanatban alkalmaz Európai Unió és Magyarország is, az útlevél kezelőfülkéknek a rendszerét és ott a technikai berendezéseket és a személyes, humán megjelenést, az teljes mértékben biztonságos. Ez a rendszer, mondhatjuk azt, hogy nem biztonságosabb, mint az, de kényelmesebb, gyorsabb, és mondhatjuk úgy, hogy utasbarátabb, és nyilván bizonyos tekintetben, ha ez nagy mértékben elterjed, akkor kevesebb munkaerőt, kevesebb élőerős ráfordítást fog majd igényelni. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy vannak útkeresések az Európai Unióban. Van, ahol az iris diagnosztikát próbálják ki,
Van, ahol az új lenyomatot, ez Magyarország, igen, próbálják ki, és van, ahol az arckép felismerő rendszereket próbálják ki. Mi úgy gondoljuk, hogy az egyik legbiztonságosabb az új lenyomatnak a vizsgálata, és az új lenyomattal történő azonosítás, ezért egy Európai Uniós pályázaton indultunk, és ennek a rendszernek a bekerülési költségének mintegy 75%-át az Európai Unió finanszírozta ezen pályázat alapján, és a fennmaradó rész került nemzeti hozzárendelésből megteremtésre. Nagyon szépen köszönöm ezt a részletes tájékoztatást. Egy problémával letelt az adásidőnk, és még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ilyen részletes tájékoztatást tudtunk adni. Köszönöm de szépen a meghívást. Annyit, hogyha bármi új dolog van a repülőtéren, szívesen veszem a műsorba. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és remélem az itt elhangzottakat végigfigyelik, megfigyelik, és a barátaikat is tájékoztatják elő. Viszontlátásra! A Bűn és Baleset Megelőzési Magazin létrejöttét a Sentinel Kft. Támogatta. Sentinel, a biztonság világa.